Sziasztok, itt újra ezt után. Folytatjuk a Feast Fight is Strange Justice War első perét, a második résszel. Bocs, hogy ezek nem adok ki hangot, de én segítem az okát. Pedig visszahangosítottam. Március 22, 2 óra 14 perc délután, negyedi bíróság, vádot elő csarnok. Nálam aztán. Pillanat. Ő se hiszi el, hogy Adrian Andrews lehet a tettőse. Ő a menedzsered. Hát így nagyon könnyű volt elérni ezt. Ő az egyetlen, aki hozzáférhetett a késhez, amit vacsorán használhatnál. Szóval ceremónia után, de szünetkor. Akkor aludt. Egész végig. És ő tette bele azt a gombot a hakamájába. És ő ébresztette fel. De azt mondod, hogy jó. Igen, ő lehet a gyilkos. Hogy miért? Azt hitte, hogy barátok Juannal. Hát megvolt a saját napirendje. Hogy mire beszél? Majd meglátok. Majd majd napon felmentek. Hogy adja meg azt az ítéletet, amivel befissélt, mint a tavaszi szellő. Phoenix. Úgy véli, hogy ilyenek van motivációja a Celeste Impulse gyilkosság, elveszett öngyilkosság kijegyzetéhez. Hát való kellett, hogy egy öngyilkosság így búcsúzhetett. És az egyet, aki elrejthette, az Juan Corrida. Tehát bizonyára Andrews ezért lehetett közelebb Juanhoz. Úgyhogy megszerzze a búcsúzóját. De van zavarja. Hogy kibeszélhetett a kapcsolatukról. Hát a válasz egyértelmű. Egy volt. Március 22, 2-25 perc, 4 bíróság, 3 aztán után jött. Vince White és Mia Fey kontra Massage. A vád hívja a megidézett szemtanút a bíróság. Adrian Andrews-t, a szemét, aki felfedezte a bűnt, a bűntényt Juan Corrida szobájában. Mi a foglalkozásod? A vádlott menedzsere. Van kérés. Biztos abban, hogy mindenki ugyanazt gondolja. És ki akarja deríteni a kapcsolatát az áldozattal. Szóval nem hallott arra a plegykáról. Azt kérde, hogy jó, áldozatával kapcsolatát magyarázzák. Annyit tud most mondani, hogy rivalizás volt kettejük között. De ez privát dolog volt. Juan is közte.
De nem ölte. Még nem ölte. Vádunk emiatt. Van olyan megérzése, hogy valaki biza meg fogja vádolni. Biza sejti. Küldjetek valahová. Hogy mi történt, amikor felfedezted a gyilkosságot? Egy pillanat. Tehát itt most 5 malmas kell meghallgatni. Amikor megtaláltad... Amikor a show kezdődött, akkor elment Matt szobájába. Utána Juan szobájába. És ott volt az a... holttest. És egész sokkolta. Hát azt láttam, hogy a fotó is volt. Hát mintha elájult volna, ezért letette. Majd csak... öntött magának egy... juice-t. Szóval juice-t de nem emlékezett arra, hogy jöhő ne jön hozzá semmihez. És megzavarta a büntény szindítő munkásával. Hát bizonyára ennek hozzá a túlenyomatához. Jöhet a keresztkérdés. Hát elég intelligens, az biztos. Hát, szóval akkor kell támadom, amikor le kell is számít rá. Hold it! Juice? Paradicsom juice-t. Az volt az azt mondani, hogy paradicsom juice, és segített magán. Szóval nem ittál vele. Hát itt a bizonyíték rá, hogy senki nem volt belőle. Nem érte jól magát. Ézét letette. Ivás nélkül. Mert itt nem itt kell holy punch-ot adni. Hold it! Erre a fotóról beszélsz, ugye? Igen, látod ott az a kés. Hogy az a gitáros doboz is olyan úgy jött ki. Nyitva volt és üres volt. Mit csinál késő? Már jó csak, lehet, hogy ezt hozzá... Hold it!
Szóval sokkolva volt? Hogy miért ne lehetett volna az? Egy kalkulát. Hát ezen nem is vagyok meglepődve. Hát senki nem. Nem lenne sokkolva. Hogy semmi. Mindig is sokkolva lenne, hogyha a holttestet látna. Szóval, amikor sokkolva volt, akkor öntöttél magaddal könycsúszt. Durva. Szóval egy óvatlan hibát vétette. Mit próbálkozni? Még több kérdés. Szóval bevallottad, hogy hogy elkövettél hibát a bünténhelyszínén. Mi volt az a hiba? Szóval ő is kíváncsi rá. Most vallja be, hogy eltölt egy virágot. Igen, ezt erről beszél itt a mixiánká törtek. És ami itt volt, itt leesett. Hogy miért hagyta a szívem kívül? Gondolta, hogy mivel úgyis rendetlenség. Hát gondolta, hogy az ember készre veszik, hogy ez csak egy része a rendezés. Ezért ezt most hozzá fogja adni. Nincs mit hozzáadnia. Na itt az ellentmondás. Úgyhogy OBJECTION! Most ismerted be, hogy ledöntötted azt a vázát te. Ugye? Ami a gitártobozba esik. És hogy mi a probléma ezzel? Ez nem néha valami probléma, ez nagy probléma. Igaz, hogy az a gitáros doboz vizes volt. De ez a pula. Andrews. Akkor annak a vázának a gitáros dobozon belül kell lennie, nem kívül. Pontos. De még egy furcsa dolog van. Nézzük meg miért azt a fotót. A váza darabjai a földön vannak. És mi a gond azon? Hogyha az a gitáros doboz nyitva volt, amikor leesett a váza, akkor azok a szilánkok a gitárszózón belül kell lenni ők.
Object. Hogy de, az is mondta, hogy nem ért hozzá semmihez. Hogy ez egy zsákutca. Mert az a vörös gitár a stúdióban volt megtalálva. Ugye ennek semmi köze. Hogy többek kéne hallani? Természetesen. Szóval beszéljen arra a gitár... Hát nem emlékezett arra, mert le volt bénulva. Bizonyára kinyithatta azt a gitártartót. Miután de a vázzal le volt esve. Tartó üres volt úgy is. És hogy még nyitotta ki, azt nem tudja. Most jött a kezd kérdés. Várjunk csak, gondolkozz. Ajajajajaj, nem tudom, hogy most kell-e hol itt pancsot adni. Ezt nem lehet, ezt sem lehet használni. Gessem. Várjunk csak! Ja, értem már az új lenyomat. Objection! Az nem lehet, hogy te nyitottad ki azt a gitártartót. Miért mondanád? Mert csak az áldozat új lenyomata van rajta. Szóval nem gondoltuk, hogy hagyja egy új lenyomatot a tartón, mikor megérinti. Hogy használt kesztyűt. De ez fura. De ez nem fura. Van bizonyíték? Ez is egyszerű. Itt van olvasva. Itt van Andrews új lenyomata. Take that! Ez a balos üveg a bizonyíték.
Ebből a te újra. Még hogyha kis vagy. Hogy visszavette a kesztyűjét, amikor kinyitotta a gitárt. És... Kömélye... Igen, ez a gitártartó nagyon fontos... Még a üres is. Csak kérdés, hogy ti valóban üres volt-e? Hiszen a gitár a stúdióban volt. Hát ezek szerint nem biztos, hogy gitár volt a gitártartón. De nem lehetett fejé gitár. Objection! Hát még egyszer emlékezteti arra, hogy a gitártartóba esett a szilánk. Akkor bizonyára a tartó zárva volt, amikor a bűncselekmény történetett. De itt nyitva van. Akkor ennek bizonyan kell, hogy legyen valami közel a gyilkossághoz. Igen, meg kell győzni, hogy nem gitár volt benne. Bizony, már más dolgokra kellett, hogy legyen benne. Hogy mi volt abban a gitártartóban? Biztos vagyok benne, hogy ez. Take that! Ez egy fotó. Ami a képen van, az a fontos. Egy kosztüm volt a gitártartóban. Mi? Elmagyarázni? Szóval azt mondja, hogy... azt mondod, hogy... a szemtanú kinyitotta a gitártartót, hogy kivegye a kosztümöt. Milyen őcsi? És felvegye. Szóval így rejtette el a sorot. Így akkor nem tudja, hogy megkülönböztetni, hogy Matt Engard vagy Andrews. Az. Nem fogadja el az elméletet. És mi bizonyítja? Hát Lotta Hart. Szóval ő fotózta le. Na ez lenne a stratégia. Beszélj először, gondolkozz később. Szóval azért az egy gyilkos, az rejtőszerette a kosztumot. Hát
Na, NKD kellett, hogy legyen az a kosztüm. Hogy kellett ilyen kosztümbe a zászló szobájába? Hogy mit keresett a GTA tartóban? Ez egy tartalék kosztüm volt. Szóval két Nikkei Samurai kosztüm volt a hotelben. És hogy magyarázom el, hogy a gitártartóban volt? Hogy a tartalékot az bizonyára az áldozatot maga akarta használni a ceremónián. Vagy miért? Igaz, hogy ő volt a ninja. Miért használta volna a szamuráj kosztümöt az áldozat? Mi lehetett ennek az oka? Szóval ez lenne a következő kérdés, úgyhogy szóval miért akarta volna használni Nikkei Samurai tartalékot? Ugye el tudom-e magyarázni? Szóval óvatosan gondoljam át. És aztán a vállal az gusztó. És mi, tehát mi az oka? A kérdés a válasz ez. Take that! Szóval egy különleges konferenciát akart tartani a Nikkei Samurai. Tehát be akart volna valami a konferencián. Amire ő is hallott. De viszont az a fura, hogy Mr. Engelt nem tudott erről. És hogy lehet ez? Ez bizonyára átverés volt. Bizonyára az áldozat idézte így. Szóval ez az a kosztüm volt felkészítve. Tehát ha áldozat akart volna a konferenciát tartani, mint Nikkei Samurai. És miért tenni ilyet? De ez még nem volt. És mitől válhatok? Biztos, hogy a magát megalkott volna mondani valamit. Bizonyám, mert Engardra akart valami szörnyűt mondani. Valami egy rossz szív. Most már látja, miért van. Szóval tudott erről, hogy ez... Szóval magyarázatok követően. Szóval ő intézte, úgyhogy átverésen az egész. Szóval ő készítette fel a tartalék.
Szóval azt akarja ezzel mondani, hogy hogyha elveszti a Grand Prix-t, akkor Mikkel Szamár kosztümben akarja lebuktatni Matt Engárdot. Tehát így akarta volna tönkretenni a karrierjét. Egy komoly titkot akarta volna bevallani, ami elpusztítja Matt karrierjét egyszer és mindenkorra. És mi volt az a titok? De azt csak az áldozat tudta. Mindenki gyorsnak találta. Próbáltam megvédeni Mattet ezek után. Még egy különös igazság jött napvilágra. Szóval a viselkedéséről kér valamás. Hát ez a... Amikor látta a büti helyszínét, gondolta, hogy Matt a gyilkos. Mattnek meg kell törnie Juant, bármi legyen is. És nem volt alibije ahhoz, amit tett a gyilkosság napján. A gondolatát bizonyítika igazolható vesze a gomb és a kés. De Matt menedzsere így érezte, hogy meg kell védeni előtt. Logikus típus. Szóval igazi magát látjuk. Most érdekesebbé tegye ilyen. Ha nincs tiltakozás, akkor ítéletet hozhatna. Szóval a logikát feje lefelé kell állítani valahogy. Hold it! Nem hinném, hogy ezt a kést cáfoltatlan bizonyítéknél veszedni. Az olyan nyomat igaz, hogy a vádlottnál volt. És mi az ez a gomba? Hát nyilvánvalóan, hogy harcolta. A gyilkos bizony kivette a gombot a nincs a kosztümjében. Igen, arról a gombról beszél, ami Matt hakamájába kelt valahogy. Bizony, ez lenne a cáfolatokban bizonyíték. A kés nem bizonyít semmit. Javítsa ki a valamását. Nem fogadja. Szóval adja hozzá azt az információt. Na, itt már mutathatok bizonyítékot. Aj. Méghozzá a boncolás jelentést. Objection! Ez az áldozat boncolás jelentése. És abban benne van, hogy... hogy kendő általi folytással hal meg. Hát most jött rá, hogy folytással ötik meg.
A folytás után történhetett, hogy csőva ki, vele egy szót a kés. Hogy mit jelent ez? Akkor ezt a gombot kell megvizsgálni. Hát az utolsó támadásnál az a gomb nem törhetett össze magától. Mert ugye az áldozat áldozatot megfojthat. Mint a valaki harc közben. Ezt valaki szándékosan erővel kivehetne. Mit jelent ez? Szóval csak. Ja, halála után. Szóval az halál után töltetett ki az a gomb. Abcs! Mit változtat? Akkor legyen kérdés. Miért volt az a gomb letörve? Mi a szándékkal? Hát nem harc közben töltetett ki az a gomb. Szóval szándékosan, gyilkos szándékosan vehette ki ezt a gombot. Az áldozattól. Ami azt jelenti, hogy gyilkosnak volt valami a fejében. Szóval hogy tudta, hogy egy gyilkos mit akart azzal a gombbal. És mi volt az? Ráterelni a bűnt Engálra. Hát az nem lehet, hogy valaki rátegye azt a véres gombot az pánt. Hangárat átverték. Egy igazi gyilkos. És átvert verve egy igazi gyilkos hangot. És az igazi gyilkos. És kinek az ötlete volt ez? Adrian Andrews. Say that! Te vagy Corrida gyilkosa. Mi? Hogy van bizonyíték, ami igazolja? Mindegyik bizonyíték igazolja őt. Nem teheted mindegyiket talán. Tester? Mi az, hogy ez a kés? Ez a kés már akkor volt az áldozatban, de az után volt, miután megfojtották. Az csak gyanúkeltés volt Engard ellen. És ő benne volt az ujjanyomat. Az ő szobájából. És aki vacsorája volt vele, az Angel. És a gomb. Szóval a halál után volt kitörve.
Szóval, hogy az egyetlen, aki kivehették, aki látta a holttestetől, vagy a gyilkos. De ha Encarta lett volna az igaz gyilkos, akkor ilyen bizonyítékot nem hagyott volna a Hakamájába. És aki tette azt a gombot Hakamájába, az is Andrew szerint. És az a gitártartó. Abban lehetett a kosztüm, hogy elrejtse az igazi gyilkosnak, elrejtse az igazi gyilkos arcát, hogy aztán emes a büntény helyszínére. Hát ki, és azt kitudhatta, hogy gitártartóban van egy kosztüm. Az csak olyan valaki lehetett, aki előkészítette azt a kosztümöt az áldozatnak. Az is Andrew szerint. Hát a gitártartóban nem lehetett az újraindulatot. És bizonyítottam azt, hogy nem használhatod tölkészi. Azért, mert nem hagyott maga után újraindulatot. Ha bárki rájött volna, hogy hozzájött arra a gitártartóhoz, megkérdezték volna miért. Szóval voltak éppen török között, vagy valami mást használta ahhoz, hogy jöjjön ki is. De az a Juice egy másik sztori. Az bizony a szándékosan hagyhatta ott. És ott van az a fotó. Viszont senki nem hihetné el, hogy Engard lenne az igazi gyilkos ilyen fotóban. Mert ilyen kosztüm túlságosan rövid lenne. Túlságosan rosszul lenne hozzá. Ha ő lenne. De Andrews alacsonyabb, mint Engard. Hát szóval ezzel azt lehet mondani, hogy számtalan most sok bizonyíték utal Andrewshoz is. De nem ilyen bizonyítékok. Ezek a bizonyítékok, amikkel most rendelkezem, az nem jól Engard ellen. Mert itt a látszat csal. Nem akar valami. Van itt egy törvény. Azt mondja, hogy nem eltethetik a valamást valamire, hogyha ez bűnbeesés. Ma bűnbeesítsét jelenti. Most így próbálj megvédeni magát. Hát igen, de nem akar vallani. Van olyan törvény, hogy nem kell, hogy baj, hogyha az a vallomás kárt tehet-e benni. Hát de ezt muszáj valahogy megakadályozni. De az első nyomozás második részében történt valami. Monka már beszélhetett Andrewszal.
valamit biztosan beszélhettek. Szóval az ügyésznő terve... Az ügyésznő gondoskodott arról, hogy ne valljon. Szóval ő mondhatta Andrewsnak, hogy ne tegyen valomást, hogyha valami rossz dolog történt. Hát bizonyíték, ebben vagyok, de... De még egy dolgot nem intéztem. Kifogni a bizonyítékban? Hogy milyen vicces? Szóval jelentéktelen, amit bizonyítok. Hát a motivum, hogy miért akarta volna igazán megölni. Hogy akarta megölni. Szóval nem akar vallani. De közlé vele, hogyha nem tesz vallomást, akkor az ugyanaz, mint hogy a bűnét ismerébe. Talán igen, talán nem. De ez nem bizony. De milyen bűnne lehetne bűnös a csendben levésni? Hát a legrosszabb lehetséges szituációba került. Hát a bíróság csak így van, tehát, hogyha szünetet tart. Hát rendelni akar egy második nyomozást. Csak hogy ez még nem elég. Mert még két vallomást kell tenni. Meg kell győzni. Hogyha nem tesz egy ilyen nem hagy végén nem bősít. Amikor, hogyha a zsarolják költ, akkor minden belead. Ez is fontos megjegyzés. A Spirit of Justice-ban is van ilyen példa. Hogyha zsarolják költ, akkor még... De akkor nem hagyja magát. Folytani kell a pert. Hogy egy napot, egy nap van a pénzének, hogy ilyen. De ez nem erről. Nem erről van szó. Egyről. Tudom, hogy ki az igaz. Tudom, hogy tudod, hogy ki az igaz gyilkos. Engedd, hogy folytatódjon a per. Hogyha nem hozok ítéletet, akkor Maya. Majdnem ezt szóltam rá. De ez lehetetlen, hogy folytassuk, amíg a tanú elutasítja a vallomást. De egy zsos segít most. Hát egy voltaképpen egy dolg érdekült. Amikor megtalálta a holttestet, akkor öntött magának vízt. Hogyha megtalálja valaki az
tudod. Testet akkor sokkal helyzetbe kerülne, és akkor nem öntene magának juice-t. Szóval az a szokatlan. Hogy az akciójának milyen oka lehetett. Hogy abból tegyen valamást. Szóval kérje, hogy tegyen valamást arról, hogy mit tett, amikor ezt megtalálta az áldozat. Hát most nem tudja, hogy barátja vagy ellenség. Hát nem magának költötte azt a dzsúzt. Meg volt lefe, hogy amikor besétált a szobájába és látta a rendetlenségét. Látta, hogy Juan de csak úgy jöv, mint hogy csukott szemmel, mint a fáradt lenne. De az nem jutott eszébe, hogy halott lenne. Szóval neki szánta azt a csúszt. Tehát akkor tölte azt a vázát, de amikor látta, hogy halott. Miért nem mondta ezt korábban valamással? Nem gondolta, hogy ezt lehet. Legyünk óvatosok. Nem van semmi hátra, hogyha nem találok valami ellentmondást. Jöjjött a kereszt kérdés. Azt hiszem, nem kell ide. Hol ez bancs, úgyhogy... OBJECTION! Szóval nem gondoltad azt, hogy hallott, amikor megtaláltad? És te ezt tudod? Ó, testben. Hogy mit jelentsen ez? Én nem egyértelmű? Az áldozatban de gyészúrás is volt. Hát mindenki... Nos. Aki látták volna azt a késes bizonyítékot, tehát mindenki gondolta azt, hogy egy halott ember. Tehát akkor a gyészúrás bizonyára nem lehetett ott, csak meg volt folytva. Szóval egy óriási hazugság volt, amit mondtam. És ez is bizony, hogy ő a gyilkos. De még egy durva igazságot hoztam napvilágot. Hát így engár már nem volna bűnös. Hát tévedik. Nem ő volt. De azt tudja, hogy Matt volt. De te voltál az, aki elutasította a valamást.
utolsó esélyt ad. Mit rejtek egyszer a bíróság elől? Szóval egy komoly titkot őriz. Hát akkor nem folytathatjuk tovább. Így van, mert enkád átadottságát bizonyíthatjuk. És vége lenne ennek az egésznek? Megtaláltuk az igazságot? Hát pedig még nem találott olyanról, aki önként bevallotta volna az igazat. Hát akarna már ítélet hozni. De... az ügyész tiltakozik. Ez még korai lenne, hogy ítélet hozzon. Hát ez nagyon megijeszti Phoenix Wrightot, de ezt voltaképpen jól teszi. Még egy abszolút igazságról kéne tanulnak. De amíg véded magadat azzal sem maradsz, mert enkád szabad lesz. És akkor... és akkor te lesz a bűnös. Szóval ügyész, az ászügyész ezzel azt akarja mondani, hogyha nem nyitja ki a száját, akkor... akkor ő fog Matt Engard helyébe kerül. És akkor őt Andrews-t ítélnék el. Vagyis rá kell vennie, hogy nyitja ki a száját különben. Különben Andrews-t el kell ítélni. Azt mondta az ügyésznő, hogyha beszél, akkor mindenek vége lenne, és akkor mert nem kapja meg a bűnös ítélet. Mert nagyon megijed, rémült, az biztos. Ez olyan parancs lehetett, hogy ne mondj semmit, bármi történik is. Ha megteszed, akkor mert engád fel lesz mentve. És hisz az ögyésznő szavainak. És akkor mit kéne tenni? Ilyenben még nem kellett részt vennie. Hát próbálj könyörgni, hogy nem ő volt. Vag sétségek ki át. Hogy mit kéne tenni? Hogy legyek óvatos? Senki más nem lehetett, csak az a nő, aki is most... Tehát ez... következő döntéseket hozhatom. Hagyjuk meg azt a felmentést, vagy pedig készítsük Andrews-t, hogy tegyen valamást. Azt gondolom,
mivel úgyis meg volt gyorsabban, hát ijesszük meg. Nincs más választása, mint a felmentés. Lássuk, mit szólsz ehhez. Hogy csalódott benne. Én mit tanultam el szemúti évben? Hogy a védelem elmélet egy igaz. Tévedik. Milyen kár. Hát remélte, hogy ez nem fog elfogni viszont. Remélte, eljutasítottad, hogy valami mást egy. Az ügyesztek van valami terv. A tanulnak van egy betegsége. Most mondott olyat, hogy öngyilkos akart lenni. Most ettől jobban megijedt. Ez elég sokkoló lenne, hogyha mindenki megtudná azt, hogy öngyilkos akart lenni. Bármennyi is próbál rejteni, hasztalan. Itt a bizonyíték. Igen, ez a második része annak az öngyilkossági jelentésnek. Mit teszel tanulni? Tudod, mit akarni tenni úgy? És közlöm ezt a bírósággal. Az igazi Andrews igazi természetét. Hát ez nagyon ezért nagyon megfélemlíti Andrew. Hogyha az emberek ezt megtudják. Ha azt mondod, hogy a halált választod, az engem nem érdekel. Mitől hidegvéd? De mielőtt meghalsz? Kihúzom veled az igazságot. Bármilyen is kell ezért tenni. Szóval beszélsz, vagy beszéljek az öngyilkosságról? Akkor most tesz egy hangot. Már nem számít semmi. Akkor most bevallja, hogy mit tett valójában. Amikor először látta őt, gondolta, hogy már elájult. De amikor rájött, hogy halott, ezért változott a tervén. Amíg biztos volt abban, hogy senki sincs a folyosón, bevett meg egy szobájába, és aztán leszúrta Juan holttestét egy késsel, és kivette bele, és kitette bele a gombot. És amikor végzett, akkor visszatért meg szobájába. Hát éppen ezért használta a Nikkei Samurai kosztümöt, tehát így végeztek. És miért tett ilyet? Rá akartok enni arra az a gyáva emberre, mint Matt Engard.
az igazi gyilkos mellette, és az a rohadék is nem bukta. Próbált emelkedni a bűne alól. Ahogy... Szóval Andrews szólt az áldozatba a két. De nem gyilkosságból. Ő csak azért rákenjen Enkárra a gyilkosságot. És ez az igazi bűn. Hát, úgy tűnik látszott mégis. És bár nem bizonyítékot. Hold it! Hát meg volt kötve a kendő a nyakán. De ez a ninja kosztümjé. De az része volt a ninja kosztümjének. Nem gondolta, hogy az különös. Hát ez valaki így volt a feje. És ezért gondolta, hogy felébreszti. És ad egy ki. És ennek így súg. De amikor... És mi volt a terved? Tudta, hogy Matt a gyilkos. Tudta, mert Juan le akarta buktatni Matt leggyengébb pontját a világnak. És Matt ezért meg akarta állítani Juant és elhallgattatni. Edzés mindenkorra. És akkor gondolta, hogy bizonyítékot hamisít, hogy rá kenjen Mattre. Szóval hamis bizonyíték volt a kés és a gomb. Köszönöm, az kés volt. Hold it! Gondolta, hogy ha használja a kést, akkor a rendőrség azonnal Mattre gyanakodna. Mert akkor aludhatott a kosztümjében. Tehát amikor aludt, akkor vihette azt a kést. Hát nem tudta irányítani a testét. Magától ment. Mert ő van vésztrevet. Hogyha... Ha valaki felhasználja a gombot, akkor már még nagyobb gyanúsított lehet. És tehát ő gondoskodott arra, hogy Engard hakamájába kerüljön. Hold it! Volt egy nő a kamerával készenlétben. Aki lefotózta. De volt ott még egy nő is, Oldman. Már régen lebukott, mint Nikkel Samurai. De hát nem tudott jól mozogni magától. Úgyhogy ne bukjon le. Szóval így végezte Nikkel Samurai kosztümben. Tehát ő készített azt a kosztüm. Szóval Gobá Studióból szerezte. És ő tette bele a gitártartóba
a ceremónia. Szóval a konferencia előkészületeihez csinált azt a kosztumot. A Juan akarta felvenni azt a kosztumot, és megtartani azt a valmásos konferenciát, hogy lelepleztem egy szörnyi titkát. És mi volt az a titok? Azt nem tudja. Gondolta, hogyha Juan szobájában megy Nick szomály kosztumjében, akkor mindenki tudni fogja, mert az igazi gyilkos. És egy óvatos volt, hogy ne adja maga után új lenyomatot, míg a gitár tartóban se. Senki nem akarta, hogy bárki tudomást szerezzen a kosztumról. Miután végzett azt a kosztumot egy másikában lette, és megsemmisítette azt a bizonyítékot. Mit jelent ez? Az igazi tette Vanguard. Szóval az ügyésznő átvett. Hát elhitette az ügyésznő, hogyha csöndben marad, akkor mert bűnös lesz. Nem volt más választása, mint elhinni a szobát. Hát igen, törvénytelen csinált. De amíg van más a barát, lehetünk biztosok abban, hogy nem az igazi tettes. Hát ez így már értelmetlen. Így Andrewszal nem kellettünk semmit. Tehát most nincs bizonyíték arra, hogy ő a gyilkos. Szóval a perének így vége. Ezeként egyfőtől kéri a bíró, hogy tartóztassa le Andrewst kihallgatásra. Szóval gondoskodik róla, hogy tartsák bent a rendőrségen. De ezzel akkor ő lesz a másodrendű bárba. Tehát ennyi, ez mind, amit tettem. El kell térnem, hogy tartsák fogva Andrewst, csak így tudtam folytatni. Ha nem gondoskodtam volna erre, már máját kinyitta volna a bérgyilkos. A bíró már el is távozott. Ez lenne egy Phoenix Wright Breakdown. Ennek vége. És felmet is meg nem gondol. Felmet is meg. De az ügyes kérdez a tanultól. Mielőtt te távozol a bíróságról, megnézheted valamit? Azt a kártyát a kezedben. Mi az ott? Azt én is kérdeztem. Ugyan szóval a kártya.
Szóval ez nála volt. Azok kártya. Ja igen, még valami miatt folytatjuk. Hát az nem is csoda, hogy meg tudtam védeni, mert Engárdot, mert még hogyha akár bűnös, akár nem, hát nem úgy van minden, ahogy ők mondják. Mert hogyha ő lett volna a tettes már, akkor nem volna semmi ügyem. Vagy hogyha ő tette volna, akkor már most véget ért volna a per, és akkor már értelmet nem lett volna ezt folytatni. Vagy itt valami más dolog van, ami miatt ez a per mindenképpen folytatódik. Ez vagy a zsebébe került. De nem gondolja azt, hogy Jenek van köze Huan gyilkosságához. Egy furcsa lap, az biztos, viszont... Az ügyész követeli, hogy adjad azt a kártyát. Fogalma sincs, hogy mit tett. És el se tudja inni, hogy ezt rejtegette végig. De nem akartam. Hát ilyen érzem, hogy egy nem látod még az életében. Vajon mit jelenthet az a kártya? Az majd legközelebb kiderül. Folytatjuk. Jó, van, innen folytatjuk legközelebb. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámmal, és nyomjatok egy lájkot. Tehát folytatjuk a második nyomozás első részével. Mára búcsúzom, sziasztok!